Sziasztok! Remélem, mindannyian emlékeztek még. Szervusztok, Puza András vagyok, a Hard Dog Race alapítója. Jövő hét szombaton. Ezt fogod vágni, igen? Szeretnénk felhívni a figyelmet. Ne? Szeretnénk, jó. Okay. Felemelheted. Ács... Az meg. Várjál már, mert ezért van. Alkotói válságon van. Nem szabad a kutyát berőltetni, Ági! Erre nem emlékezzetek, inkább erre. Szerusztok, Buza András vagyok, a Hard Dog Race alapítója. Most, szombaton, verseny itt, a Piliscsévi motocross pályán. Előtte úgy gondoltam, hogy érdemes és fontos pár dolgot megemlítenem azért, hogy mindenki örömmel, büszkeséggel és jó érzéssel távozhasson a versenyről. Fontos, hogy meglegyen minden papírod, ami szükséges a versenyhez, az összes aláírt nyilatkozat, nem utolsó sorban a kutyád oltási könyve is nálad kell, hogy legyen. Hogyha ezek megvannak és ideértél a versenyre, kezdődik a parkolás. Idén új parkolási rendet vezettünk be. Fontos, hogy csak a versenyzők hajthatnak be a motocross pálya területére a vendégeknek, egyből a vendégparkolóba kell menniük. A behajtáshoz szükséged lesz az igazolásra, hogy te valóban versenyző vagy, ezt nem muszáj kinyomtatnod, az okostelefonon is be tudod mutatni. Ha már benn vagy és parkolni szeretnél, kérjük, segítsd a biztonsági szolgálat munkáját azzal, hogy pontosan betartod az utasításaikat, vagyis ha beállnál keresztben négy autó helyét elfoglalva, ne tedd, mert mástól fogod elvenni a helyet. Az új rendünk szerint, ha megtelik a parkoló, akkor versenyzőként is a külső vendégparkolóba kell megállnod, ami csupán 500 méterre van a pályától, nem egy hatalmas nagy séta. Viszont ahogy szabadulnak fel a helyek a belső részen, folyamatosan fogjuk beengedni az embereket. Nagyon szépen köszönjük az együttműködést! Legyünk optimisták, hogy sikerült rendben leparkolni, itt vagy a regisztrációnál. Kérjük, segíts munkatársainkat azzal, hogy előkészítesz minden papírt. Először az állatorvosi vizsgálat lesz. Itt ellenőrzik kutyának az oltásait, minden rendben van-e. A féreghajtást, ugye, amit időben beadtál a kutyádnak. Az állatorvos meg fogja vizsgálni szociálisan a kutyádat, mennyire kedves. Ha leharapja az állatorvos kezét, nem biztos, hogy indulhatsz a versenyen. Hogyha ez megvan, mármint nem a leharapást, hanem a vizsgálat. Utána át kell menned a rajt csomagodat. A rajt számod szerinti sorba kell majd beállnod. Reméljük, ez nagyon gyorsan fog menni. Hogyha ez megtörtént, akkor negyed órával a rajt előtt kell a rajtzónába várakoznod, ahol az app fizió munkatársai segítenek neked majd bemelegíteni. És következik a rajt. Már a pályán vagyunk. A srácok épp nagyban dolgoznak, már készül a pálya. Szeretném felhívni a figyelmeteket a pálya szabályos teljesítésére, a versenyszabályzat szerinti végrehajtásra. Minden akadálynál versenybírók fogják segíteni az áthaladásotokat, hogy valóban szabályos legyen. Ne felejtsétek el, a Hard Dog Race arról szól, hogy mi szervezők gondot és problémát akarunk nektek okozni. Nektek pedig azt meg kell oldani. Figyelned kell az akadályoknál a kutyád reakcióit. Amennyiben nem tud vagy nem szeretne egy akadályt megcsinálni, ne erőltesd. Ott a 30 googolás, ki tudod váltani, menjetek tovább. Te sem szeretnéd egy olyan szituációval raknának bele, ami kellemetlen számodra. Ezt ne tedd a kutyáddal. Nem biztos, hogy egyből a 30 googolást kell választanod. Minden akadálynál segítheted a kutyádat. Ölbe veheted, a hámjánál fogva felemelheted, ugyanakkor a szőrénél fogva a végtagjánál fogva, vagy pedig a nyakörvénél sajnos nem emelheted meg a kutyádat. Semmi gond, hogyha mire a pályára érsz, elfelejted, amiket az előbb elmondtam, mert a versenyszabályzat tömörített verzióját ilyen kis rajzok formájába meg fogod találni a nevezési pultnál, a versenyközpontban és a startnál is ki lesz téve, tehát fel tudod frissíteni az előbb hallottakat. A pályán a nézőkre és látogatókra vonatkozó szabályok
nagyon egyszerűek, sajnos a nézők és látogatók nem jöhetnek be a pályára. Itt van ez a kordonszalag, ezt nem léphetik át. Egyértelmű lesz a pályának a jelzése, sajnos akit meglátunk a pályán, azonnal ki fogjuk küldeni biztonsági okokból. A Forma 1-es sem rohangáz be az autók között, itt sem rohangáz be kutyával futó emberek közé. Mi megrendeltük szeptember 1-ére a 20 fokot enyhe szellővel. Reméljük a megrendelésünk célba ért, és ilyen időjárás lesz, de hogyha mégsem, mi készülünk plusz vizes akadályokkal, kis árnyékkal, de ti is készüljetek fel, lehet, hogy meleg lesz. Várunk titeket szeretettel szeptember 1-én Piriscséven 12 km-rel, 22 akadállyal, ami lehet, hogy kevesebb lesz, de lehet, hogy több, inkább több. Az utolsó versenyünk lesz Piriscséven. Jövőre költözünk, itt az ideje elbúcsúzni a pályától. Gyertek! Hova tetted a galaxist? Mondd meg, hol van a galaxis? Elvitted az egész Hard Dog Race galaxist? Add vissza!